Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, Önök az Infotelevíziót látják. Kérem, tekintsék meg műsorajánlónkat. Elsőként országos és térségi hírekkel, majd a programajánlóval jelentkezünk. A Magyar Vöröskereszt szervezett véradást a héten a Sümegi Gimnázium épületében. Viszont ez még mindig kevés ahhoz, hogy a területet lefedjük elegendő mennyiségű vérrel, ami a kórházaknak szüksége van. A festői környezetű Malomtó partja adott otthont hétvégén a 9. Tapolca tavasznak, Elfeledett Mesterségek Fesztiváljának a jazz és blues zene jegyében. Buddhizmus a gimnáziumban. A második törvény az, hogy ennek van oka. Ennek az oka az, hogy mi ezt akarjuk. A szomj, a lét szomj az oka. Vég László a miniszterelnöki látogatással kapcsolatban nyilatkozott. A csárdában a munkaebédem, ugye a tanúszoda és a sportcsarnok kérdése felmerült. Ez köztudott, hogy a tanúszoda projektben most is, azóta is, tehát tavaly őszóta ott van a kiemelt járási központok között Sümeg. Csak itt közben elindult egy olyan folyamat, egy olyan elképzelés alakult ki, hogy jó lenne, hogyha Sümegen nem az egyen tanúszoda épülne fel, másrészt pedig, hogyha a tanúszodával együtt felépülne egy sportcsarnok, hiszen az általános iskolánk komoly gondokkal küzdött már eddig is. Hangulat az országgyűlési választás finisében. Talán nem túlzás azt mondani, hogy az elmúlt napokban Tapolcán, Ajkán, Sümegen és a környékben élőkön, településeken volt az ország szeme. Egy beszélgetést hallhatnak a Balatonfejlesztési Tanács közbiztonsági testületének elnökével. Ha ezt a 18 esztendőt egybe kell értékelnem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy sikeres, eredményes, sok minden történt. Ha időszakokra bontom, akkor természetesen vannak hullámhegyek és hullámvölgyek. Voltak olyan időszakok, amikor nagyon sok mindent tudtunk csinálni, voltak időszakok, amikor több forrást sikerült erre a területre szerezni, allokálni, felosztani. Kérem, tekintsék meg aktuális híreinket! A kormányhivatali reformintézkedések célja az volt, hogy egy gyorsabb és hatékonyabb, költségtakarékos és ellenőrzettebb államigazgatási terület jöjjön létre, mondta Takács Szabolcs, a Veszprém megyei kormányhivatal kormány megbízottja. A választások következtében több helyen is elintézhetjük majd az ügyeinket, nyilatkozta. Térségünkben már van egy kormányablak Balatonfűzfőn, de hamarosan Almáriban is nyitnak egyet. A kormány megbízott elmondta, hogy a változások külső és belső összevonásokat eredményeznek. A kormányhivatala Magyar Államkincstártól átveszi a családtámogatással és lakásfenntartással kapcsolatos feladatokat. Hatáskörükbe kerül az egészségbiztosítási pénztár területi hivatalából a baleseti megtérítéssel és keresőképesség vizsgálatával összefüggő feladatok mindegyike, valamint a bányakapitányság is. Arról lehet beszámolni, hogy a mai nappal, 2015. április 1-jével egy újabb mérföldkövéhez érkezett a területi közigazgatási rendszernek az átalakítása. Azt lehet mondani, hogy az államreform, ami a kormány törekvéseit tartalmaz, az igazából annak a megvalósulása folyamatában egy újabb olyan állomás, ami a rugalmasabb, hatékonyabb, az ellenőrzöttebben működő területi közigazgatási rendszert, és nem utolsó sorban költséghatékony közigazgatási rendszernek a felállítását és működését szolgálja. Tudjuk, hogy 2011. január 1 óta működnek a megyei kormányhivatalok, egységes eljárásrend és egységes szerkezeti felépítésben. 2015. április 1-től ez a felépítés és ez a szerkezeti egység a legfontosabb, ami a változást hozza, vagy a legfontosabban ott érezhető. Ez azt jelenti, hogy a megyében, Veszprém megyében működő 16 szakigazgatási szerv helyett főosztályi struktúrákban működő szervezeti egységekkel dolgozó kormányhivatal fog tevékenykedni. A belső átalakítás jegyében az eddigi kormányhivatal szervezeti felépítése változik meg. Gyorsabb lesz a döntéshozatal és térségünket érintő fejlődés is várható.
Itt az integrációt követően a legfontosabb talán az, hogy kiszélesedik az ügyintézéseknek, az ügyintézési helyeknek a lehetősége, legalábbis az ügyintézés megkezdése, az ügy indítása az megtörténhet nem csak a megyeszékhelyen, hanem más egyéb ilyen egységeinkben is, amelyek közül azért fontos a kormányablakok, mert azok pedig integrált ügyfélszolgálati térként működnek. 5 kormányablakunk már működik ugye a Veszprém megyében, és most áprilisban a következő a Pápai lesz, amely átadásra kerül, majd folytatja a Sümegi és az Ajkai, és sorban szépen a megyékben még 8, a megyénkben még 8 kormányablak nyílik meg október 31-éig. Ezek közül lesz a sor végén, direkt nem úgy fogalmazok, hogy utolsóként, hanem a sor végén a Balaton-Almádi kormányablak. Az Almádi járási hivatalban és járási hivatal területén már működik egy kormányablak, a Balatonfűzfői, olyintottuk meg az első kormányablakot az elmúlt évben, és az idei évben a kormányablakok nyitását Veszprém megyében ott fogjuk befejezni, tehát mintegy visszakerülünk a kiindulási pontra az Almádi járási hivatal területére. Az állampolgárok ügyeiket, melyeket korábban egy-egy területi igazgatóságon tehettek meg, mint például az egészségbiztosítási pénztár székhelyén, április 1-től elintézhetik a lakóhelyükhöz közel. Erre szolgálnak a járási hivatalok, a kormányablakok és az ügysegédek is. Jelentősen bővül tehát az ügyintézéseknek a helyszíne. Az első hajó fogadásával kezdetét vette az idei balatoni hajózási szezon. A hagyományokhoz hűen nagy szombat délelőttjén fogadták a Balatonfüredi kikötőben a Siófokra érkező legnagyobb balatoni hajót, a Szent Miklós motorost. A hajózásban közreműködő települések polgármesterei, a Balatoni Szövetség és a Bahart képviselői együtt ünnepelték az idény első napját. Siófok felől érkezik a Szent Miklós, a Balaton legnagyobb hajója, a Balatonfüredi kikötőbe. Itt nyitják meg a hajózási szezont már évről évre, ide érkeznek a protokoll személyek és a vendégek. A város Húó zenekara és a siófoki férfi dalkör népdalcsokrával köszöntötték a partra érkezőket. Balatonnál a boldogság mindené. Júniusra a társaság 22 kikötőjében 24 személyhajó, valamint 4 komp áll majd szolgálatba. Naponta indulnak a hajók Siófok, Balatonfüred és Tihany között. Lesz a kínálatban programokkal egybekötött sétahajózás, gyerek- és diszkóhajó is. Dr. Bóka István, Balatonfüred város polgármestere, ünnepi beszédében idézte fel a balatoni hajózás történetét. A Balaton minden évszakban élményt nyújt az itt élőknek és a városba látogató turistáknak egyaránt, mondta. Emlékezzünk tehát a balatoni hajósokra, emlékezzünk tehát a balatoni hajógyártás kezdeteire is ezen ünnepségünk alkalmából. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntsem a Balatoni Szövetség új elnökét, Balassa Balázs urat, Szigliget polgármesterét, akit nem olyan régen választottunk meg a szövetség elnökének. Nagyon nagy reményeket fűzünk az ő munkájához. Nagyon bízunk abban, hogy a Balatoni Szövetség, amely tömöríti valamennyi partmenti önkormányzatot és a régió önkormányzatainak a nagy részét, többségét stabil, erős és perspektívikus szövetség lesz a későbbiek során egyaránt. Elnök úr, Isten hozta Balatonfüreden, és bízunk abban, hogy a balatoni önkormányzatoknak a szövetsége, összefogása, ereje az egyre markánsabb lesz az elkövetkezendő időszakban. A Balatoni Szövetség elnöke, Balassa Balázs úgy fogalmazott, komoly megújulás előtt állunk, több száz milliós fejlesztések várhatóak a térségben. Szeretné a jövőben a települések közötti közlekedést kialakítani, ezzel is erősítve a balatoni öntudatot. Úgyhogy rendkívül fontos az, hogy itt a szezon kezdet gondoljuk végig, hogy az év során milyen célokat, mit szeretnénk megvalósítani. Természetesen a soron következő fejlesztési időszakban örülnénk annak, hogyha minél több fejlesztési forrás érkezne ide a Balatonhoz, mert legyünk őszinték, nagyon ráfér a Balatonra, hogy úgy a vízkezelés problémáit megoldjuk, ugyanúgy, mint ahogy a kerékpáros turizmust erősítsük, a szállás lehetőségeket bővítsük, az úthálózatot fejlesztjük, a Balaton megközelíthetőségét erősítsük, a Balaton térségében a körbe közlekedést, a körbe
utazás, mozgás lehetőségeit biztosítsuk, rendkívül fontos a kötött pályás közlekedés erősítése az északi parton, a villamos hálózat fejlesztés, egyáltalán kialakítása. Tehát rendkívül sok feladat van, és én úgy gondolom, hogy most pillanatnyilag a Balaton térségében olyan polgármesterek dolgoznak, akik igenis hajlandók azért dolgozni, hogy a Balaton tovább erősödjön. A Balaton igenis nagyon sokáig még betöltse azt a szerepét, amit elvárnak itt nemzetgazdasági szempontból is, illetve az itt élő emberek is ettől a turisztikai régiótól. Siófok polgármestere dr. Lengyel Róbert beszédében a munkahelyteremtést és a hajózási színvonal növelésének jelentőségét emelte ki, majd egy 1889-es balatoni gőzhajózási részvényt ajándékozott Balatonfüred polgármesterének. Az ünnepségen dr. Halmos Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója elmondta, a szolgáltatásokat változatlanul a 2014-es évgyárakon lehet majd igénybe venni. A társasága tavalyi kimagaslóan magas forgalmat szeretné idén is megismételni. Az ünnepséget a Balatonfüred Néptánc Együttes műsora zárta. A vendégeket ezután ingyenes hajózásra invitálták a Szent Miklós fedélzetére, amivel a zord idő ellenére sokan éltek. A gazdaságfejlesztéshez és a területi településfejlesztéshez kapcsolódó pályázatok megjelenéséhez már nem kell sokat várni, hangzott el a megyeházán. A Veszprém megyei keretösszeg felhasználásáról szóló egyeztetések a végéhez közelednek, május 11-én zárul le az előkészítési szakasz. Megyénk települései már benyújtották a projektötleteket, melyektől jelentős fejlődést remélnek. A gazdaságélénkítés célzó pályázatok kiemelt célja a munkahelyteremtés és a foglalkoztatás bővítése. A pályázati összegek 60%-a közvetlenül fordítható erre. A kis és középvállalkozások komolyabb, jelentős összegű támogatáshoz juthatnak, hangsúlyozta az Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkár. A megyékkel a település fejlesztés tekintetében hatékony együttműködés alakult ki az eredményesebb pályáztatás érdekében. Brüsszel ezen operatív programokat, amelyekről most beszéltünk, a 10-ből 6 operatív programot februárban elfogadott, tehát most fordulunk rá a tervezési szakaszról a végrehajtási szakaszra, és már a tervezési időszakban is egy rendkívül szoros együttműködés volt a Veszprém megyei önkormányzattal, az önkormányzat vezetőjével, a képviselőtestülettel, hiszen ahhoz, hogy összeállítsuk ezt a fejlesztési programot, összeállítsuk a megyének a fejlesztési listáját, ahhoz területfejlesztési koncepciót, területfejlesztési stratégiát kellett alkotnia itt az önkormányzat testületének, illetve az önkormányzat vezetésének, amelyre felépül a fejlesztéspolitikai program, ez az úgynevezett integrált területfejlesztési lista vagy program, ami tartalmazni fogja a megyei fejlesztéseket. Úgyhogy ez egy több éves folyamat, ami tart, és az aktualitását pedig az adta, hogy itt a végrehajtás megkezdésekor május 11-éig a megyei önkormányzatoknak a kormány részére be kell nyújtaniuk azt a véglegesített projektlistát, fejlesztési listát, amelyet szeretnének megvalósítani. A megye települései a területi és településfejlesztési operatív programtól remélik azt a fejlődést, amely a benyújtott projektötleteik alapján megvalósulhat. Veszprém megye mintegy 3 éven át tartó egyeztetési sorozat végéhez közeledik. A felkészüléssel jól állunk, ezt kell mondanom. Az első pillanattól kezdve az élen voltunk a kiadott központi feladatok, tervezéseket illetően, és azt gondolom, hogy abban a vonatkozásban is az élen vagyunk, hogy folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a községek, települések polgármestereivel, állandó konzultációs köröket járunk itt a megyébe, az új információkat továbbítjuk feléjük, illetve összegyűjtögetjük a felmerülő problémákat. A mai találkozónak éppen ez volt egyébként a leglényegesebb része. Amíg hátralévő időben lehetőség nyílik azoknak a részleteknek a kidolgozására, amik megkönnyíthetik a pályázatok benyújtását. Így szélesebb körben tudnak megfelelni a települések és a vállalkozások a támogatási feltételeknek.
Az elmúlt időszakban nagyon sok egyeztetést folytattunk le a települések polgármestereivel, illetve azon szakemberekkel, akik a pályázatokban jártasak, és a pályázatokat gondozzák, figyelik az önkormányzatokban. Itt merült fel ezeken a tárgyalásokon, hogy a kis településeknek azért vannak problémáik, elsősorban az önrész előteremtése tekintetében, hiszen nincsenek olyan forrásaik, amelyek mobilizálhatók egy-egy pályázatra, illetve nagyon bonyolultnak és hosszúnak tartották az eljárásrendet. Ezt beszéltük meg államtitkár úrral, és örömmel mondhatom, hogy előre tudtunk lépni. Államtitkár úr megígérte, hogy egészen biztos, hogy gyorsak lesznek a pályázatok, sokkal könnyebben hozzáférhetők majd az önkormányzatok számára, és nem kell egy bonyolult eljárásrendre számítani. A másik kérdésben az önrész tekintetében pedig a kormány felé továbbítják ezeket az igényeket, ők is érzik, hogy gond van, kis települések problémában lehetnek, és megoldást fognak találni az önrész tekintetében is. A pályázatok nagy mértékben befolyásolják a következő években a települések fejlődését, a gazdasági mutatók alakulását, a munkahelyek számának emelkedését, a kis és középvállalkozások fejlődését. Április 2-a az autizmus világnapja, melyet több éve megtartanak Veszprémben is. Szinte az egész város megmozdult és segítő szándékkal sorakozott fel az Auti Spektrum Egyesület mögé. A városra ezen autokarton kiállítás nyílt, melyben neves színészek és hírességek is közreműködtek. Az esti órákban az egyesület tagjai, szülők és az érintettek együtt vonultak végig a Kossuth utcán az önkormányzatig. Az Autizmus Világnapja rendezvénysorozat keretében nyílt kiállítás a Veszprémi Városházán. Debreceni Zoltán festőművész ötlete nyomán tárják a világ elé az autkartonokat. A sajátos rajzokat autista gyermekek készítették, melyet művészek és hírességek egészítettek ki további rajzokkal, versekkel és idézetekkel. Az alkotások az adománygyűjtés részeként megvásárolhatók. Az Auti Spektrum Egyesület, mely a veszprémi eseményeket szervezi, 2007-ben alakult az érintett szülők önsegítő köréből. Jelenleg 50 családdal állnak kapcsolatban. A támogatások és az ellátórendszer hiányost. Ezt igyekeznek pótolni tevékenységükkel. Az autkartonok célja az adománygyűjtés, a felajánlható minimális adomány összege 5000 forint, és a célunk az az adománygyűjtéssel, hogy a város által az Egyesületnek adományozott helységeket felújítsuk. Két olyan helység van még, illetve a vizes blokk, ami teljes felújításra szorul, illetve a nyilászárókat szeretnénk kicserélni. És ezzel egy komfortosabb, jobb környezetet szeretnénk a gyerekeknek biztosítani, illetve a szülőcsoportunknak. Nagyon pozitív volt a visszajelzés, igazából akiket megkerestünk, mondhatom, hogy mindenki pozitívan állt hozzá, és azonnal visszajelzett, biztosított minket a támogatásáról, úgyhogy ez nagyon jó érzés volt. Brock és Judit, az egyesület elnöke elmondta, az autizmus a tudomány szerint nem betegség. Nem kezelhető, viszont tolerálható. A cél, hogy a felismeréstől kezdődően az autista ember minden segítséget megkapjon. Április 2-a az autizmus világnapja, ilyenkor az autistákra irányul világszerte a figyelem. Ennek a célja a figyelemfelkeltésen túl a társadalmi elfogadottságnak a növelése, hogy az autizmus kapcsán keringő tévhiteket megpróbáljuk egy kicsit eloszlatni, hogy a kirekesztettséget, a megkülönböztetést csökkentsük. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeinkre, nem mint értelmi fogyatékosokra vagy más fogyatékkal élőkre tekintsenek, hanem helyén kezeljék az emberek a dolgokat, mert ha jól állunk hozzá, akkor ők a társadalom hasznos és teljes értékű tagjai tudnak majd lenni. A világnap részeként a Mackó cukrászdában vasárnapig lehet vásárolni a kék színű auti sütikből. Ez idáig több mint 400 sütemény fogyott. A bevételt teljes egészében az egyesület kapja. A világnap estéjén felvonulást tartottak. Az ordidőben összegyűlt résztvevők kék lufikkal mentek végig a belvároson, majd a kéken megvilágított városháza előtt közösen engedték el a léggömböket. A rendezvény részeként a megyei kórházban ingyenes előadást hallgathattak meg az érdeklődők az autizmus világáról. Elindult a viharjelzés a Balatonon és a hazai tavakon. A rendszer technikai fejlesztésére az elmúlt 4 évben jelentős összeget fordítottak. Mostanra elérték, hogy az állapot ugyanolyan, mint a nyugat-európai rendszereké. Idén szeretnék folytatni a fényszórók cseréjét. A korszerű biztonságot támogatják az okostelefon alkalmazások is. Tombol a szél a Balatonnál.
a viharjelzők április 1-től már mindenütt működnek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Siófoki Obszervatóriumában a nap 24 órájában regisztrálják a Balaton időjárását. A tó körül 11 mérőállomás rögzíti az adatokat, melyek alapján szükség esetén kiadják a megfelelő viharjelzéseket. Az idei szezonban is folytatni fogják a fényszórók cseréjét a legmodernebb ledes fényforrásokra. A legfontosabb talán az, hogy az üdülők, a parton tartózkodók, a vízen tartózkodók biztonságát segíti elő, oly módon, hogy a várható veszélyről időben és könnyen észlelhetően tudnak tudomást szerezni, illetve tudjuk az ő figyelmüket erre felhívni. Újdonságként talán azt tudnám elmondani, hogy az elmúlt évek fejlesztésének köszönhetően a Balatonnál is, illetve a többi tónál is folyamatosan a technikai újításoknak megfelelően egy-egy újítást végrehajtottunk. Ezek jellemzően azt jelentik, hogy azokat a világító testeket, fényforrásokat, amelyeket korábban használtunk, azokat ledesre cseréltük. Így ezeknek a fényereje is már jobb, tehát messzebbre látható, jobban lehet állítani őket, valamint természetesen költséghatékonyabbak, mivel kevesebb energiát használnak fel. Élőképes kameralánc elhelyezését is tervezik. A másik újdonság, hogy okostelefonos alkalmazás is támogatja a biztonságot. A katasztrófavédelemnek jelenleg is van ilyen alkalmazása, ahol a veszélyekre hívjuk fel a figyelmet. Ez a VÉSZ nevű ingyenesen elérhető alkalmazásunk. Jelenleg tervezzük azt, hogy egy a viharjelzőrendszerre kifejezetten alakított, illetve ráhangolt mobil felhasználható alkalmazás is működjön. Jelenleg ez még csak androidos készülékekre elérhető. Ennek a továbbfejlesztése is, illetve a kiterjesztése is a jövő egyik feladata. A tópartján élők, a fürdőzők és vízisportok kedvelői már ismerik a jelzőrendszer működését. Első fokú viharjelzés esetén percenként 45 sárga fényű felvillanás jelez. Ha 60 km/órát meghaladó a szélerőssége, akkor pedig percenként 90 sárga fényvillanás figyelmeztet az időjárás veszélyeire. A jelzések a szélerősödését megelőzően fél-másfél órával előbb figyelmeztetnek. Április 18-án, szombaton 17 órakor a Sünege Kisfaludi Sándor Művelődési Központban rendezik meg az Alakram Orientális Hastánc Gálát. Fellépnek a zalaegerszegi Ezer Rúzsa kertje, a székesfehérvári Török Anna Zára, a zalaszentgróti Ezer Egy Éjszaka Csillagai, a sümegi Alakram Orientális Tánccsoport és Miola Nikoletta tanítványai. Jegyek 800 forintos áron elővételben válthatóak a Művelődési Központban. További információk a képernyőn olvasható elérhetőségeken. A Kisfaludi Sándor Művelődési Központ ad otthont a 7. Durándúli táncversenynek, melyet április 25-én szombaton 10 órától rendeznek meg. Látványos koreográfiák, tánc különböző műfajokban és jó szórakozás várja az odalátogatókat. Belépőjegy 500 forint. Április 25-én 16 órakor a Püspöki Palota bemutatja Utazás az ismerten túlra, Gál Zsigmond életmű kiállítását. A rendezvényen köszöntőt mond Kovács László, Sümegváros alpolgármestere, a kiállítást megnyitja dr. Szalai Ferenc. A kiállítás megtekinthető június 14-éig, minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak. Május 1-e és 3-a között rendezik meg a lovaskerékpáros túrát a Balatonfelvidéken a Cabári Lovasiskola szervezésében. További információk és jelentkezés a képernyőn olvasható elérhetőségeken. Május 3-án vasárnap 15 órától a Városi Anyák Napjára várnak minden kedves érdeklődőt a Kisfaludi Sándor Művelődési Központba. Ünnepi köszöntőt mond Vég László, Sümegváros polgármestere. Az édesanyákat ünnepi műsorral köszönti a Kompanik Zsófia óvoda Süni csoportja, a Ramazetter Vince általános iskola első B osztálya, a Szivárvány Táncegyüttes és a Sümegi Városi Néptáncegyüttes gyermekcsoportja. Mindez kiegészül Anyák Napi süteménypartival. Az Eötvös Károly megyei könyvtár és a Sümegi Kisfaludi Sándor Művelődési Központ és Könyvtár közös szervezésében a KSZR támogatásával lelkiderű gyakorlat lesz május 3-án 17 órakor Böbrentei Ildikóval és Levente Péterrel. A program témái: minek a házasság, minek a család, párválasztás, pármegtartás, párbeszéd, a hit megtartó ereje, pályaválasztás, pályamódosítás, a részvétel díjtalan. Május 9-én várnak mindenkit a Sümegi Palota kertbe, az első Sümegi Gesztenyi Virág Fesztiválra.
14:30-tól Akikre büszkék lehetünk előadások. Fellépnek a Sümegi Néptánc Együttes, a Broadway Tánc Együttes, a Zafira Hastánc Csoport, a Jazz Dance Társas Tánc Klub, a Szivárvány Tánc Együttes, az Ikon Művészeti Társulat, 16:30-kor Igricek Zenekar gyermekkoncertje, 17:30-tól Örömzene a Happy Dixieland Band zenekarral, 18:30-tól Szerenád Márióval. 20:00-tól fellép a Bikini Együttes. Mindez kiegészíti népművészeti vásár és kézműves bemutató. Játszva szabadon családi és gyermekprogramok, fanyűvő játékpark, játszóház, légvár, arcfestés, lufi hajtogatás, gasztronómiai különlegességek. A belépés díjtalan, minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak. Áprilisi programjaira is nagy szeretettel várja az érdeklődőket a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont. Tavaszi zenés táncos est Elművelődési Központ aulájában április 17-én pénteken 20:00-tól. Igényes élő zenés tánc este várják a szórakozni vágyó kedves érdeklődőket. Az est során Arany Timi és a The Collins zenekar gondoskodik a jó hangulatról. A zenekar repertoárjában a legújabb magyar és nemzetközi slágerek, valamint a 60-as, 70-es évek zenéi szerepelnek. A négy tagú zenekar, dob, billentyű, női és férfi szólóinek színvonalas előadásmódja garantálja a minőségi hangzást. A női szólóénekes Arany Tímé az Énekiskolája című vetélkedő első sorozatának döntőse volt. Az est ideje alatt fogyasztási lehetőség a helyi büfében. Belépője egy 2000 forint, melyből 500 forint a büfében levásárolható. Asztalfoglalása korlátozott férőhely miatt ajánlott a képernyőn olvasható telefonszámom. Április 18-án 20:30-kor Lord koncerte várják az érdeklődőket a kaszinóba. Április 18-án szombaton 9:00-tól 11:00-ig ruhabőrze a Padrakúti Művölődési Házban. Április 22-én 14:30-kor egészségügyi vetélkedő harmadik osztályos diákoknak a Művölődési Központban. A Duma Színház humoristái várják a nevetni vágyókat a Művölődési Központ színház termébe bérletes előadásaikra. Április 22-én, szerdán 19:00-kor a Szomszédnéni produkciós iroda és Hatházi László gondoskodik a jó hangulatról, míg május 20-án, szerdán 19:00-kor Aranyosi Péter és Kőhalmi Zoltán nevetteti meg a jókedvre vágyókat. Jegyek elővételben a Szabadidőközpontban és a dumaszínház.jegy.hu oldalon kaphatóak. Április 24-én 19:00-kor a Pannonvár Színház előadásában a Balfácánt vacsorára című vígjáték tekinthető meg. Április 24-én 19:00-kor a rockzene kedvelőit örvendeztetik meg a Tankcsapta koncerttel a Sportcentrumban. Április 25-én szombaton 15:00-tól 20:00-ig várják a szabad levegőre a sport és zene szerető ifjúságot a Fiatalok Napja nevű hagyományteremtő szándékú városi rendezvény alkalmából. Helyszín az Ajkai Extrém Sportpálya és a Civilház udvara a Sport utca 25. szám alatt. A rendezvény mindenki számára díjtalan. Lesz rolleres, gördeszkás, BMX-es, görkorcsolyás és mountainboardos találkozó és bemutatók. A sportpályán és elemein mindenki kipróbálhatja tudását saját felelősségére. A pálya feletti földből készült indító és ugrató feljavítva és megnövelt mérettel várja a merészebbeket. Szabó János, Ajka Nagyóriás a címbirtokosa a felnőtt játszótér elemein tart street workout és freerun parkour bemutatókat. Helyi fiatal zenei előadók szórakoztatják majd a közönséget 19:00-ig. Fellép Leo, Rooftop Music, a Lyrical Carity Nation, az MVP, a műsorvezető pedig az MR2 Petőfi Rádió munkatársa, az Ajkai Juhász Bálint lesz. A programok zárásaként 19:00-ig kezdettel országszerte a fiatalok egyik új nagy kedvenc zenekara, a budapesti Mango Rice koncertje lesz hallható, akik igazi karibi hangulatot varázsolnak a tánctérre a reggae ritmusok és a popzene ötvözésével, ízléses átjárót képeznek az underground és a mainstream zenei vonal közt. Április 25-én szombaton 18:00-kor a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont kiállító termében német Csaba dal este kerül megrendezésre. Műsoron népszerű olasz, francia dalok és áriák. Vendég Almási Bartl Katalin énekes, zongorán közreműködik Györfi Judit. A belépés díjtalan. Április 27-én 9 és 10:45-kor a Pegazus Színház gyermekműsora a kaszinóban. Április 28-án 14:30-kor, 29-én 10 és 14:30-kor bérletes gyermekszínház. A Magyar Népmese Színház a Rózsa Vitéz és Tulipán Virág című mesejátékot mutatja be a Bogáncs, Hófehérke, Vuk bérlet keretein belül a Művelődési Központban.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a Vokebatcsányi János Művelődési és Oktatási Központ programjaira. A tojásdíszítő kiállítás ingyenesen megtekinthető április 17-ig, hétköznapokon 8-tól 16 óráig. A Makám zenekar gyermekkoncertet ad a Vokéban április 24-én 13:30-tól. Várják általános iskolás csoportok jelentkezését a képernyőn olvasható elérhetőségeken. Május 30-án és 31-én Tapolcán megrendezendő Hali Kulturális Fesztiválra várják a szervezők olyan fellépő személyek, illetve csoportok jelentkezését, akik produkciókkal ingyenesen hozzájárulnak a Hali Kulturális Központ kialakításához. További információkért érdeklődni a képernyőn olvasható elérhetőségeken lehet. A Bacsányi Táncegyüttes és a Basic Tánc Stúdió április 18-án bemutatja a Tánc Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő egésznapos tánc a Székely Kapunál elnevezésű produkciót, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak. A Tamási Ára Művelődési Központ vár minden kedves érdeklődőt programjaira. Dr. Reisinger János irodalomtörténész és Sós Attila lapszerkesztő előadás sorozatára várják az érdeklődőket a Biblia a képzőművészetben címmel. Április 28-án 18 órakor Csontvári Kosztka Tivadar, a fohászkodó üdvözítő festménye lesz a téma. Az előadás sorozat támogatója a Nyitott Szemmel magazin. A Zene nélkül mit érek én koncert sorozat keretein belül május 15-én 19 órakor a Jazzy Cherry zenekar várja a koncertre érkezőket. Jegyár 500 forint, további információk a képernyőn olvashatóak. Közel 800 fajt, 2000 Európában élő ízeltlábút mutat be a trópusi lepke és roval kiállítás, melyet április 17-ig tekinthetnek meg a Művelődési Központban. Április 21-től 26-ig rendezik meg a 23. Szentgyörgyhegyi napokat. Április 21-én 9:30-tól megnyitó és borversen a hegymagasi Szászi pincében. A rendezvényt megnyitja Takács Szabolcs, a Veszprém megyei kormányhivatal kormány megbízottja. Április 22-én szerdán zarándok út Cséri Gergő atya vezetésével. Indulás Raposka Szentgyörgyhegyi úttól 13 órakor. Április 23-án 18:30-tól Tapolcai Ínyenc randevú borkedvelőknek a Hotel Gabriellában, részvételi díj 7000 forint per fő. Helyfoglalás szükséges a plakáton szereplő telefonszámon. Április 24-én 18 órától szakmai konferencia, eredményhirdetés, aranyérmes borok kóstolása a Tapolcai Széchenyi István szakképzőiskolában. Április 25-én szombaton borutak bejárása, részvételi szándékot előre kérik jelezni a szervezők, április 24-én 12 óráig a plakáton szereplő telefonszámon. Április 26-án vasárnap 9 órakor térzene és gyülekező a Hegymagasi Kultúrház előtt. 9:30-kor felvonulás, körmelet a lengyel kápolnához, fúvósokkal, huszárokkal, egyházi képviselettel, borlovagrendekkel és táncosokkal. 10 órától pihenés a Szászi pince előtt, 10:30-tól szabadtéri szentmise és borszentelés a lengyel kápolnánál. Borszentelésre bárki hozhat bort, rossz idő esetén a szentmise a hegymagasi templomban lesz megtartva. Április 30-ától május 3-áig minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a Tópart Fesztiválra, egy fergeteges majálisra a Malom tópartjára. Minden korosztály megtalálhatja a magának való elfoglaltságot. A kicsiket a Játékos Balaton, interaktív családi játékprogram, a Nyíregyhű Népzenei Együttes gyermekműsora, kézműves játszóház, a Mit tud egy bohóc interaktív gyermekkoncert, a Rémusz bácsi meséi, anyáknapi kézműves foglalkozás és a Mézengúzók gyermekkoncertje várja. A fiatalabb és az idősebb korosztály pedig színes zenei programok közül válogathat. Fellép Salc Gábor harmonikás, a Binszerál Duo, a Jazzy Cherry zenekar, Veres Mónika Nika, a Retro Voice, a Báder Zoltán Band, a Preet Projekt, a Be The First zenekar, a Tapolcai Musical Színpad és a Hobby zenekar. A 0. napon április 30-án DJ Sasza várja az odalátogatókat. Mindezek mellett lesz kézműves kirakodóvásár, a borházak és az ételes fohházak pedig arról gondoskodnak, hogy senki ne maradjon se étlen, se szomjan. Kiegészítő programként a Déli Városkapu Parkban dodgem és körhinták várják a kicsiket és a nagyokat egyaránt. 11 órától az 5. Tapolca férmaraton futóversenyrajtól, melynek eredményi hirdetése 14 órakor a Tópart Fesztiválon lesz. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak. A Magyar Vöröskereszt szervezett véradást a héten a Sümegi Gimnázium épületében.
A szervezőket arról kérdeztük, elegendő számban jelentkeztek-e a véradók a térségben, és mik lehetnek a kizáró okok. Ezen a héten szerveztek véradást a Magyar Vöröskereszt munkatársai Sümegen a helyi gimnázium épületében. A szervezőktől megtudtuk, hogy rendszeresen gyűjtenek vért a különböző helyszíneken, de ez még mindig kevés ahhoz, hogy a térség szükségletét kielégítsék. Heti 3 alkalommal szoktunk véradást tartani, általában cégeknél, falunapokon, falvakban, külön-külön ilyen községekben, és attól függően, hogy hol vagyunk, így 15 és 30 között szokott mozogni a résztvevőknek a száma, viszont ez még mindig kevés ahhoz, hogy a területet lefedjük elegendő mennyiségű vérrel, ami a kórházaknak szüksége van. A szervezőktől azt is megtudtuk, hogy egy alkalommal minimum 40-45 főnek kellene megjelennie ahhoz, hogy elegendő vért gyűjtsenek. Ráadásul a megjelentek közül sem alkalmas mindenki véradónak. Hogyha kiderül, hogy esetleg a vér a vastartalomban alacsony, vagy a fehérvérsejtek száma nem megfelelő, ekkor szokott ez így kiesni. Gyakran előfordul, hogy valaki szembesül azzal, hogy nincs rendben a vére? Hát ez azért ritkább alkalom, általában azok jönnek el, akik már amúgy is járnak véradásokra, tehát ők azért tisztában vannak vele, hogy milyen a vérük. Mi lehet még a kizáró tényező? Gondolok itt mondjuk esetleg húsvét után vagyunk, alkoholfogyasztás és a többi. Igen, alkohol, drogfogyasztás, tetoválások, fél éven belül ugye a fertőzés veszély miatt. Ugyanez vonatkozik a piercingekre is, a különböző gyógyszerekre, amit rendszeresen szednek az emberek, és ugye 18 és 65 év között lehet eljönni. Mely korosztály szokott jelentkezni azzal, hogy vért ad? Hát ez is attól függ, hogy hova megyünk, mert mondjuk egy iskolában ugye nyilván a 18-19 éves vagy a tanárok. Ilyen községeknél általában inkább mondjuk az idősebbek jönnek csak el. Mennyire adnak szívesen vért az emberek? Hát nem nagyon igazából, nem nagyon, de akik viszont szívesen adnak vért, azok rendszeresen el is járnak, ameddig tudnak. Azt lehet tudni, mi az oka annak, hogy az emberek mondjuk nem mennek el vért adni? Hát ez a nincs időnk rá, most nincsen negyed órám arra, hogy örüljek, vagy éppen nekik is műtét után voltak esetleg, vagy tetoválás, ugye ezek is mind közre játszanak. A festői környezetű Malomtó partja adott otthont a 9. Tapolca tavasz Elfeledett Mesterségek fesztiváljának a jazz és blues zene jegyében. Most erről a rendezvényről láthatnak egy rövid összefoglalót. A Csermák József rendezvénycsarnok szervezésében a festői környezetű Malomtó partja adott otthont hétvégén a 9. Tapolca tavasznak Elfeledett Mesterségek fesztiváljának a jazz és blues zene jegyében. A napsütéses tavaszi hétvége kedvezett a rendezvénynek, mely alatt megtelt a tópartja helybeliekkel és turistákkal. Alatt az odalátogatók kipróbálhatták az elfeledett mesterségeket, mint például a súbázást, a szövést, a fonást, a kovácsolást, a bőrdészműves foglalkozást, a kézivarrást, a gyöngyfűzést, a kosárfonást és a keramikus foglalkozást. A környékbeli borászatok finomabbnál finomabb borokkal kínálták a vendégeket, és persze a gasztronómiai különlegességek sem maradhattak el. A városnéző kisvonat 2 napig folyamatosan utaztatta a turistákat a városban, hogy megmutassa a Tapolca a legszebb helyeit. Szombat és vasárnap Kiki Kisbíró volt a rendezvény szócsöve, aki népi játékaival nem hagyta, hogy a kicsiktől elkezdve a nagyokig bárki is unatkozzon. Na milyen tisztelt, jóra való, kicsit még szűk száma, ám nagyon lelkes vendégsereg. Köszirét étetik! A Tapolca Kft., Tapolca város helyhatósága és minden további rendező szervező nevében igen-igen nagy tisztelettel és szeretettel köszöntek, drága minnyájatokat, az immár 9. Tapolca tavasz címet viselő vigadalomban. Van itt minden mi szemszájnak ingere, sőt, még a mesteremberek is csiszolhatják tudásukat, hiszen kerülhet ott szembe vas, fára, fa, vesszőre, vessző, szőrre, szőr, de ne tovább. Egészen a 7 órási harangszóig
A mai jeles napon bárki fölpróbálhatja a néki legkedvesebb tudományt, a csinálósdiba. Míg az apró népek a csinálósdiban szöszörnek, a népes felnőtt sereg mulathatja idejét ebbe a nagy hírű vásárban, és talán mindannyiunk zsebibe lapul egy pár ezer krajcár, hogy az otthon maradottak örömére kiváló népi iparművészeink és kézműves mesterembereink készítményeiből valamiféle vásárfiát vegyünk. Továbbá, itt a világot jelentő deszkákon is hamarosan megkezdődik, az előadások sora odalent pedig a bámulda és a szájtátizás, ne tovább a tapsikálás. Mindenféle híres neves előadó művészek jönnek s mutatnak be rendkívüli tudományukból, melyek egészen addig tartanak, míg a napvilág teljesen föl nem cserélődik. A kisebb korosztályt ugrálóvárak, pónilovaglás, arcfestés, lufibohóc, csúszda, kosárkörhinta, történelmi játékok, ahol ő együttes gyermekműsora, a Vagabanda gólyalábasainak bemutatója, valamint a Palinta Társulat kézműves foglalkozása és interaktív színpadi műsora várta. Fiatalabb és az idősebb korosztálynak is kedveztek a zenei programok. Fellépett többek között a Mrs. Kalambó, SS Victoria és Palásti Máté gitárének duó, Szabó Szintia, a Creative Sound System, a The Bluxberry Band Mark Ferenccel és Tátrai Tiborral kiegészülve, Sajc Gábor harmonikás, a Happy Dixieland Band, a Babos Piller Jazz Duo és a Török Ádám és a Mini. A programot többek között a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Thank you.
Sümegi Katan buddhista tanító tartott előadást a Sümegi Kisfaludi Sándor Gimnázium végzős tanulóinak a vallásról és annak eredetéről. Most a rendhagyó órából tekinthetnek meg egy részletet. Erről a szanszáráról bővebben mi volt az ő tanításának a lényege? Milyen nyelven beszéltek? Német? Főleg német? Angol? De mindezeket tanultok, nem? Esetleg, ha valakit mélyebben élnek el a nyelvészet, előbb-utóbb el tudja arra a szintre jutni, hogy több nyelv összehasonlításával is foglalkozik, és elkezdenek beszélni a szavakhoz. Nagyon érdekes. A szanszkritban például gyökök vannak. Minden szót gyökre lehet visszavezetni. Például a karma szót ismeritek. Mit jelent a karma, szerintetek? Hát, amit egy rosszat visszakapunk az életet. Hogy? Amit azt visszakapunk az életet, amit ez. A következmények törvénye, igen. Valójában a karma eredetileg csak annyit jelent, hogy tett. És ha már mint törvényt alkalmazzuk, akkor azt jelenti, hogy minden tettnek van következménye. A karma szónak a gyöke, az a karma. Ez most nem mással hangzó, hanem magánhangzó. Nem kell felírni, csak érdekességében mondom, mert ebből a szóból jön a karma. Még számtalan más szó. És mindegyik egy egész óra. Tehát iszonyatosan összetett. Van egy olyan szó, hogy ka. Ka. Nyilván még minden ős szó. Rövid. Tömör és nagyon sok minden jelent. Ez azt jelenti, hogy kerék agy. Tudjátok, mi ez a kerék agy? A szekér kerekének a közepe. Ez a kerék agy. Ezen megy át a tengely, ugye ez körül forog a kerék. Most tegyük fel, hogyha ez a kerék agy mondjuk itt van. Akkor hogy fog menni a szekér? Döcsörni fog, igaz? Így fog menni a szekér, rászkó. Mindenet fájni fog, fejed, gyomrod, hányni fogsz mindent. Tehát ez a rossz kerékagy, amikor nem középen van. Ez a dukha. A dukha azt jelenti, hogy szenvedés. Elég rossz fordítás, de sajnos ez jutott. Ezt örököltük az őseinktől, mármint azoktól, akik régebben foglalkoztak buddhizmussal Magyarországon. Sajnos ez már milyen szenvedős lett, és ezt sokan félre is értették, tehát a Lynch és Schopenhauer meg minden nagy szenvedés politikusok voltak első látásra, és sajnos összemosták a dukha elmélettel, de nem jó. Ez valójában csak azt jelenti, hogy kizökkentség. Tehát amikor nem középen van a kerékagy, és nem úgy működik minden, ahogyan a nagy könyve meg van írva. Például van egy szerelmed, de nem szeret. Ez dukha. Szeret, de aggódsz érte, mert külföldre ment. Na ez is dukha. Szeret, de vajon jövőre is szeretni fog? Mi lesz a 20. házassági fordulónkon? Aggódás. Na ez is dukha. Van egy gyereket, csodálatos, okos minden, de megbetegszik. Na ez is dukha. Igazából bármivel belegondolsz az életben, mindegyik visszavezethető arra, hogy végső soron a dukha. Bármi. Mondjatok egy tökéletes jó dolgot az életben. Nyersz a lottón, és ha elfogy a pénz. Tehát igazából nem tudsz egy olyat mondani, amiben nincsen valami kis bibi. Ez a bibi, ez a dukha. Ha a kerék vagy középen van, az a dukha. Mindenki erre törekszik. A dukhára, igaz? Minden, amit teszel, az erről szól, hogy ezt szeretnéd. Meg akarod nézni a jó filmet, mert az neked jó. Megsózod a levest, mert sósan jobb, mint sótlanul. Igaz? Tehát mindenki errefelé törekszik, mindenki ezt kapja. Ez az élet. Na most erre a buddha rájött. Az ő tanítása 4 pontban foglalható össze. Az első az, hogy életszenvedés. Nagyon rossz fordítás a szenvedés, én is szeretem kimondani. Ez az első törvény. A második törvény az, hogy ennek van oka. Ennek a
Az oka az, hogy mi ezt akarjuk. A szomj, a légy szomj az oka. Az, hogy törekszek a szukhára, de soha nem érhetem el, mert a légy mindig lukha lesz belőle. A második törvénye tehát, tehát a tanításának a második tétele, az az, hogy a dukhának van oka. A harmadik az az, hogy ha megszüntetem az okot, akkor megszűnik az okoda. Logikus, nem? Mit kell ezen együtt gondolkodni? Próbál egy légzel tartani, neki mire rájött. Hát azért, mert nem mentális úton jött rám, hanem azért, mert ez egy mély meditációs tapasztalás volt. Velejéig megértette. Most én ezt elmondom nektek, mégsem lesznek megvilágosodottak. Mert gyakorolni kell, majd erről szól ez. Tehát a harmadik törvény, ha megszüntetem az okot, megszűnik az okozat. De hogy szüntetem meg? Ez a módszer, igaz? A negyedik törvény az a módszer. A módszert is megmutatja. Olyan nehéz danzásítani a buddhizmust, mert mindegyik egy egész előadást nem megy az elmúlt. Ez a lényeg. Ezt úgy hívják, hogy az ösvény. Az ösvény az, amit már előttünk kitapostak, igaz? Nem csak a Buddha, mert a Buddha óta is voltak megvilágosodott emberek, de hát sokan bejárták már ezt az ösvényt. Véglászlót, Sümegváros polgármesterét arról kérdeztük, hogy mit is tartalmaz az a fejlesztési csomag, melyről Orbán Viktor nyilatkozott az Infotelevízióban. Köszöntöm az Infotelevízió nézőt, vendégünk Véglászló Sümegváros polgármestere. Vasárnap lezajlott a választás, igaz, amikor ez a felvétel készül, még egy urnát nem bontottak ki. A Fidesz jelöltje elvesztette a választást. Hogyan értékelték ezt önök? Nagy kudarcnak titulálják? Én is nagy tisztelettel köszöntöm a tévénézőket. Hát olyan furcsa dolog ez tulajdonképpen, persze, igen, tehát kudarcként éltük meg vasárnap este, ott a polcán a Fidesz irodában, ahol vártuk az eredményeket. De azért hozzátartozik ehhez a dologhoz az, hogy az előzetes felmérések azért mind azt mutatták, hogy egyrészt Tapolcán nagy valószínűséggel nyerni fog a Jobbik, másrészt pedig azt, hogy nagyon szoros eredmény várható, főleg a Jobbikos jelölt és a Fideszes Fenyvesi Zoltán között. A felmérések azt is mutatták a vége felé, hogy Pat Ferencnek igazából csak Ajkán van győzelmi esélye, és ez kevés lesz ahhoz, hogy ő igazából beleszóljon az első kettő sorrendjébe. Tehát, hogyha így nézzük, akkor mondhatnám azt is, hogy minden a várakozások szerint alakult, legalábbis nagyjából, de hát persze azért elég lényeges különbség, hogy az első helyen ki végzett. Én a magam részéről azt tudom mondani, hogy persze ez nem az én feladatom nyilván a tanúságokat levonni, ezt megteszik a Fidesz vezetői és az erre hivatott szakemberei. Látják önöket, hogy akkor az most valójában mi lehetett, vagy mi ennek az oka, és hogy mondjuk a jövőben hogyan dolgozzanak, mire figyeljenek? Igen, persze, de hát ehhez nyilván idő kell. Tehát most a választások óta eltelt 4-5 nap, ez még nem történt meg, de hát akkor is, tehát aznap este is beszélgettünk, meg azóta is beszélgettünk. Hát itt két oka van szerintünk, és én szerintem, vagy hát főleg én szerintem személyesen ennek a választási eredménynek. Az első oka az, hogy Tapolcán azért jól látható az a folyamat, hogy a Jobbik most már évek óta erősödik, és ott azért elég nagy hibákat vétett egyrészt annak idején a helyi Fidesz is. Meg hát mondhatjuk azt is, hogy országosan is talán nem tudtuk, vagy nem tudta a Fidesz jól kommunikálni azt a helyzetet, ami például a kórházzal kapcsolatban előállt. Ezt a
Jobbik nagyon jól meglovagolta, már 2012 nyarán kezdődtek ezek a rendezvények itt a Pulcán, és ezt nagyon jól felépítették 2014. októberig, amikor az önkormányzati választásokhoz elérkeztünk. És azért Tapolca maga 15-16 ezres lélekszámával, azért az látszott, hogy nyilván a választókerületben egy meghatározó tényező lesz, Ajka mellett a másik meghatározó tényező. Tulajdonképpen ez volt az egyik oka, a másik oka pedig az, hogy elég kicsi volt a részvétel. Főleg azokon a területeken, tehát itt elsősorban most Sümegre, illetve a sümegi járás kis településeire gondolok, ahol hagyományosan is erős a Fidesz, és hát most is látszik az eredményeken, hogy valóban ugye Sümegen gyakorlatilag 50%-kal győzött Fenyvesi Zoltán, a másik két igazán versenyben lévő jelölt együttesen kapott körülbelül annyi szavazatot, mint Fenyvesi Zoltán, de hát itt Sümegen 42%-os volt a részvételi arány, Tapolcán pedig ugye voltak olyan szavazókörök, ahol 50% fölött volt a részvételi arány. Aztán ezen el lehet gondolkodni persze, hogy ez miből adódik. Hogyha az önvéleményt kérdezem, ugye említett, hogy majd a szakemberek elemezni fogják, viszont itt mozog, hogyha azt kérdezem öntől, hogy ez a vereség mondjuk minek köszönhető, hogy mondjuk a Lasztovica Jenő személyét nehéz pótolni, vagy inkább most már kezdenek a párttól elfordulni a szavazók? Hát én azt hiszem, hogy mind a kettő benne van, tehát azért, ha őszinték vagyunk, akkor megfigyelhető az nagyjából tavaly ősz óta, hogy tehát az országos mérések szerint is, hogy a Fidesz népszerűsége az csökken. Ez egyébként ugye a politológusok azt mondják, hogy igazából egy természetes dolog, sőt sokan hozzáteszik, hogy a Fidesz még ilyen téren is nagyon jól áll, hiszen a kormányok általában sokkal többet szoktak veszíteni a népszerűségükből, mint most a Fidesz, hiszen a pártok versenyében azért országos szinten még most is az első helyen állunk, de az biztos, hogy ez is benne van ebben a dologban. Meg hát ugye, ahogy a veszprémi választásokon is lehetett látni, hogy tulajdonképpen az ellenfelek szavazótábora az nem nőtt, az itt is megfigyelhető, viszont az is igaz, és persze, hogy ez mennyiben köszönhető a párt népszerűségvesztésének, illetve mennyire köszönhető Lasztovica Jenő személyének, de megfigyelhető tehát itt is, hogy a tavalyi 18 ezres eredményből, amit Lasztovica Jenő kapott, tehát ennyien szavaztak rá az egész választókerületben, most Fenyvesi Zoltánra valamivel több mint 10 000, ha jól emlékszem, 10 300-valahányan szavaztak az egész választókerületben, tehát csak nem 8 000-re kevesebb ember szavazott most Fenyvesi Zoltánra, mint egy évvel korábban Jenőre. Nyilván a részvétel is kisebb volt, persze hozzátartozik, hiszen tavaly csak nem 60%-os volt a részvétel, ha jól emlékszem, most pedig hát itt Sümeg környékén 42, és a VK átlag is 42% volt. Hogyha megnézzük itt a Fidesz kampányát, akkor lehet azt mondani, hogy a csúcspontja az volt, amikor a miniszterelnök személyesen ellátogatott a térségbe. Ajkán kint volt az emberek között Tapolcán, és Sümegen viszont munkaebédet töltött el önnel, és Fenyvesi Zoltánnal, és még néhány képviselővel. Mi volt az oka annak, hogy itt inkább, ha mondhatjuk azt, hogy dolgozott, és kevésbé kampányolt, mint mondjuk a másik két városban? Hát én úgy látom, bár ezt nem tudom biztosan, mert erről én sem kaptam tájékoztatást, hiszen én csak a végleges forgatókönyvet, menetrendet kaptam meg miniszterelnök úr látogatásával kapcsolatban. De én úgy gondolom, hogy Sümegen, tehát Sümeget a felmérések alapján is úgy gondolták, hogy egy biztos szavazóbázis a Fidesznek, és idézőjelben ezért kormánypárti kampányt óhajtottak folytatni, amiben azt tartozik bele, hogy a fejlesztésekről, illetve a kormány által nyújtandó vagy nyújtható segítségről beszélünk,
És hát ugye az idő szűkössége miatt sem fért bele ebbe egy olyan nagy gyűlés, meg hát maga az időpont is, tehát nyilván egy nagy gyűlésnek igazából valamikor este, és leginkább mondjuk hétvégén lenne értelme, egy hétköznapi nap dél körül, az annak nem sok teteje lett volna. Hozzáteszem, hogy Tapolcán is, én átmentem Tapolcára is, erre a flashmobra, hát ott is csak néhány száz ember volt, tehát azért nem tudom, hogy ott is a személyes varázsának volt-e valami hatása, vagy nagy hatása a miniszterelnök úrnak. Szerintem ott is inkább csak az utólagos média megjelenések jelentettek valamiféle plusz adalékot a kampányhoz. Milyen előkészületekre volt szükség egy miniszterelnöki fogadásra, mit kellett tenni a városnak? Nem sok mindenre, ugye a csárdában, a várcsárdában zajlott ez a munkaebéd. Természetesen ugye a három fő közjogi méltóságnak kötelezően megjár a magas színvonalú biztonság. Tehát nyilván már előtte nap is jöttek a biztonsági emberek, illetve a látogatás előtt is valamivel már megérkeztek, és átvizsgálták a helyszínt, és hát természetesen biztosították is, de semmi különös nem kellett történnie, és még azért azt is el szeretném mondani, hogy miniszterelnök urat hát elég nehéz lehet védeni. Én nagyon sajnáltam a TEK munkatársait, mert ugye amikor megérkezett és fogadtam, köszöntöttem, akkor a megbeszélt útvonaltól eltérően ő odament a lovagokhoz, beszélgetett velük, megsimogatta a lovakat, utána teljesen a forgatókönyvön kívül lementünk a pincébe, lementünk a fedett lovardába, és teljesen egy másik útvonalon, tulajdonképpen a várcsárda mögött érkeztünk vissza a várcsárdába, tehát körülbelül 5 perc alatt fel lett rúgva minden előzetes forgatókönyv. De azt is el szeretném mondani, hogy persze nem volt semmilyen atrocitás, pedig elég sokan kaptak erről hírt, nem tudom, hogy hogyan, de hát úgy látszik, hogy nem nincsenek titkok, mert sok érdeklődő is volt a sajtó munkatársai mellett, de itt Sümegen miniszterelnök úrhoz mindenki kedvesen szólt, turistákkal is találkozott, amikor mentünk visszafelé, még ebéd előtt a várcsárdába. Például egy idős hölgy és a lánya, akik Svájcból érkeztek, nyilván Svájcba kitelepült magyarok voltak, mert magyarul beszéltek. Azt mondták neki, vagy hát arra kérték, hogy miniszterelnök úr csak folytassa ezt a politikát, és ne törődjön a nyugati sajtóban megjelentekkel. Tehát ilyen élményeim voltak még az ebéd előtt. Maga az ebéd, tehát feszes volt, vagy inkább kötetlen? Abszolút kötetlen volt, abszolút kötetlen. Egyáltalán nem volt olyan mértékű protokoll, hát természetesen 6-an vettünk részt ezen. Egyébként, tehát miniszterelnök úr, Molnár Ágnes képviselőasszony, pap Imre, ifjabb pap Imre és idősebb pap Imre képviselőtársaim, Fenyvesi Zoltán, illetve jó magam. 6-an ültünk egy asztalnál, és elég sokáig tartott, ez körülbelül egy 2 órás találkozó volt, és ennél többet is töltött Sümegen miniszterelnök úr, hiszen utána még lejött ebbe a stúdióba is interjút adni. De maga az ebéd az körülbelül 2 óráig tartott a várcsárdában. És valóban nagyon hasznos volt egyrészt, másrészt pedig valóban nagyon kötetlen volt. Miniszterelnök úr egyébként is egy barátságos ember, én nem most találkoztam vele először személyesen, de tényleg ilyennek ismertem meg, akivel őszintén lehet beszélni. Amikor kijött a Várcsárdába élő egyenes adásban, nyilatkozott a közmédiában, hogy egy fejlesztési csomagról tárgyalt önnel. Ebbe volt szó csarnokról, uszodáról, ez nem egy új keletű dolog, de hogy új művelődési házat szeretnének. Hova szeretnék ezt az új művelődési házat és miért? Igen, hát
Ha megengedi, én azért nem csak az új művelődési házunkról beszélnék, már csak azért sem, mert pontosan tegnap délután volt egy, vagy hát tartottam egy ilyen testületi egyeztető ülést. Ugye ma délután lesz testületi ülésünk, tehát egyrészt a mai napi rendi pontokról is, de hát azért mondhatom, hogy még ennél is fontosabb volt a tegnap délután, hogy ezt a bizonyos csomagot megbeszéljük, előkészítsük, és hát el is kezdjük kidolgozni, hiszen nincs túl sok idő. Ez a bizonyos kormányüléshez jövő héten csütörtökön lesz, és mi pénteken szeretnénk, hát el is kell küldenünk ezt a csomagot, hogyha valóban azt akarjuk, hogy érdemben tudjon a kormány foglalkozni vele. A csárdában a munkaebéde, ugye a tanúszoda és a sportcsarnok kérdése felmerült. Ez köztudott, hogy a tanúszoda projektben most is, azóta is, tehát tavaly ősz óta ott van a kiemelt járási központok között Sümeg. Csak itt közben elindult egy olyan folyamat, egy olyan elképzelés alakult ki, hogy jó lenne, hogyha Sümegen nem az egyen tanúszoda épülne fel, másrészt pedig, hogyha a tanúszodával együtt felépülne egy sportcsarnok, hiszen az általános iskolánk komoly gondokkal küzdött már eddig is, főleg így, hogy sporttagozatos az iskola, tehát nagyon nagy zsúfoltság van a tornateremben, nagyon nehéz a testnevelés órákat megtartani. Tehát ezért is szükség lenne, meg hát nyilván azért is, hogy például a röplabda egyesületünknek is legyen egy méltó otthona, és hát persze harmadrészt ez a tornacsarnok, ahol vannak vagy lennének lelátók, nyilván különböző rendezvények megtartására is szolgálhatna. Na most erről volt szó, Papp Imre úr vetette egyébként fel ő személyesen a miniszterelnök úrnak, hogy ebbe a komplexumba be kéne építeni egy kultúrházat is, de már ott ezen egy kicsit vitatkoztunk, és maga a miniszterelnök úr is úgy látta, hogy hát nem túl szerencsés lenne, hogyha a strand területére, ugye, mert hát nyilván az úszoda és a sportcsarnok az ott lesz, hogyha ott az úszoda közvetlen szomszédságában épülne fel egy ilyen új kultúrház vagy művelődési központ. Arról nem is beszélve, hogy azért távlati elképzeléseink között nekünk a belvárosba helyezése szerepel a művelődési központnak, tehát mindenképpen a palota környékére. Én magam is úgy látom, hogy ezt jó lenne inkább így tartani, és a magam részéről én abszolút elégedett lennék, hogyha a sportcsarnok és a tanúszoda felépülne ott lent a strand területén, és akkor egy ilyen kis sportkomplexum jönne létre. Hát ugye ez egy olyan projekt, amihez mindenképpen a kormány segítségére lenne szükség, már csak azért is, hogy eltérhessünk a tervektől, meg hát nyilván a finanszírozás miatt is, de még jó néhány dologról beszélgettünk miniszterelnök úrral. Ugye hát ott voltunk a vártövében, egyébként előtte egy héttel látogatott meg bennünket Glatfelder Béla államtitkár úr. Ő is egyrészt a Püspöki Palota projekt, másrészt pedig az induló vár projekt, vár program miatt jött, hiszen Sümeg most a kiemelt projektek között bekerült a vár projektbe is. Ez azt jelenti, hogy hát nevezzük vár kettes ütemnek, hogy valószínűleg ebben is segítséget fogunk kapni. Ugye oda megint csak elég sok pénz kéne, becsléseik szerint azért minimum egy másfél-két milliárd forint a várhoz, és akkor valóban úgy nézhetne ki a vár, mint a várcsárdában vagy a hotelkapitányban látható maketteken a 17. századi állapotot helyre lehetne állítani. Ebben egyébként megegyeztünk a beszélgetés során az ebéd alatt miniszterelnök úrral, illetve hát a Papp Imrékkel, hogy egy teljesen elhibázott dolog volt eddig a magyar műemlékesek hozzáállása ezekhez a dolgokhoz, mert nyilván a turistát nem elsősorban a romok érdeklik, hanem egy teljesen helyreállított
építészeti objektum, ami még aztán ráadásul funkciókkal is meg van töltve, tehát részt lehet venni az ott zajló eseményekben, de minimum meg lehet nézni sok mindent, nem csak a csupasz falakat, vagy esetleg a falakra kiakasztott kiállítási tárgyakat. Tehát szeretnénk, hogyha a Sümegi Vár egy ilyen lenne, és akkor valóban elmondhatjuk, hogy egy teljesen egyedülálló turisztikai attrakció lesz az országban. És persze még a főtér projektet is be fogjuk tenni ebbe a csomagba. És ami nagyon fontos, elnézést lehet, hogy azért van ez, mert tényleg szívügyem, most már elég régóta a sümegi turizmus, és én valóban komolyan gondolom, hogy ez a fő kitörési pontja Sümegnek, de természetesen az egyéb munkahelyteremtő beruházások, és itt arra gondolok, hogy az ipari parkunk, ami most egyébként azt is örömmel elmondhatom, hogy most már valóban 99% biztos, hogy május elején letehetjük az alapkövet, és kitehetjük azt a bizonyos táblát, mert ipari park lesz. De ugye azt is tudja mindenki, én is sokat beszéltem róla, hogy komoly gondjaink vannak azért nekünk az ipari parkkal, hiszen nincs szabad területünk, sőt olyan terület sincs igazából, amit olyan egyszerűen meg tudnánk vásárolni, és amit mondjuk ne kéne kivonni a mezőgazdaságból. Egyrészt ez is azért elég sok pénzbe kerül, másrészt az utak és az új területeken a közművek kialakítása, egy inkubátorház létesítése is nagyon szükséges lenne. Tehát azért itt is hát jó néhány százmillió, sőt inkább az 1 milliárd forint körüli összegű fejlesztésre lenne szükség. És hát mindenki ismeri, hogy Sümegen milyen magas a munkanélküliség még mindig. Ennek a csökkentése első rendű feladat, úgyhogy ebben is a segítségét fogjuk kérni a kormánynak. És én azért itt a végén hadd ragadjam meg az alkalmat arra, már csak így a csomag kapcsán is, hogy egyáltalán valóban ez reális lehetőségként felmerült miniszterelnök úrban, illetve most ott állunk, hogy ezt a csomagot két napon belül el fogjuk küldeni a kormányasztalára, és reméljük, hogy kedvező elbírálásban részesül. Ehhez mindenképpen kellett az, azon kívül persze, hogy Sümegnek valóban szüksége van a nagyobb fejlesztésekre, de ez a kiállás az emberektől, a Fidesz mellett, tehát most nem elsősorban, mint polgármester, hanem mint a sümegi Fidesz elnöke mondom ezt, hogy én nagyon szeretném megköszönni azoknak a szavazóinknak, akik április 12-én elmentek, és egy valóban kiugró eredményt értünk el a választókerületen belül ezzel az 50%-os eredménnyel. Szerintem fogja befolyásolni a választás eredménye a döntést? Én nem hiszem. Tehát én bízok benne, hogy nem. Nem hinném, hogy egyébként sem hiszem, hogy a Fideszen belül működik ez a egyáltalán a büntetés, vagy a kollektív büntetés elve. Én azt sem gondolom különben, hogy most a tapolcaiakat, vagy az ajkaiakat büntetni fogja a kormány. Ha megnézzük azért az ajkai fejlesztéseket az elmúlt nem az elmúlt egy évben, hanem egyáltalán az elmúlt 5 évben vagy 10 évben, azért lehet látni, hogy ott milyen fejlődés volt, és talán, hát remélem, hogy mindenki tudja, hogy ehhez a kormánynak is, a Fidesz kormánynak is milyen nagy köze volt is Lasztovica Jenőnek, attól függetlenül, hogy mondjuk MSZP-s polgármesterben már ott jó ideje, és hát hagyományosan a baloldal Fellegváraid Veszprém megyében ajka. Ettől függetlenül a kormány mindent megtett mondjuk éppen a munkahelyteremtésért ajkán is. Én gondolom, vagy hát biztos vagyok benne, hogy ezen túl is így lesz a Tapolca esetében is, de azért abban is reménykedem, hogy egy ilyen, hogy mondjam, tehát azért érzelmi alapokon is működik egy kicsit a politika, és ez jelenteni fog Sümegnek a következő időszakban egy bizonyos pluszt. Én ebben reménykedem.
Köszönjük szépen. Én is köszönöm. A vasárnapi választás során a Tapolcai Televízió több jelöltnél is látogatást tett az eredményhirdetés előtt. Most ebből láthatnak egy részletet. Talán nem túlzás azt mondani, hogy az elmúlt napokban Tapolcán, Ajkán, Sümegen és a környékben élőkön, településeken volt az ország szeme. Rengeteg lakossági fórumon, sok ezer megbeszélésen, konzultáción vagyunk túl, és ezek a találkozók arról győztek meg, hogy az itt élők szívükön viselik ennek a gyönyörű vidéknek a sorsát. Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik kitüntettek bennünket bizalmukkal és támogattak szavazatukkal. Köszönet illeti a térség minden választópolgárát, amiért aktívan részt vett a térség jövőjével kapcsolatos együttgondolkodásban, és hogy rengeteg javaslattal segítették a munkánkat. Szeretnék köszönetet mondani elsősorban családomnak, akik az elmúlt időszakban nagyon nagy munkát végeztek, és nagyon sok mindent kellett nélkülözniük. Itt állnak mögöttem, ez számomra óriási előny, és óriási dolog. Köszönetet mondok továbbá a Fidesz és a KDNP önkénteseinek is, hogy fáradtságot nem kímélve felszántották a pályát. Szeretnék gratulálni a győztesnek, Rig Lajosnak, és kívánom neki, hogy folytassa Lasztovisza Jenő megkezdett munkáját, és legjobb tudása szerint felelősséggel szolgálja az itt élőket. A mai eredménytől függetlenül továbbra is meggyőződésem, hogy a következő évek legfontosabb feladata a munkahelyteremtés, a munkahelyek megőrzése, illetve azoknak az embereknek a segítése, akik hátukon cipelik ezt az országot. A magam részéről továbbra is mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy segítsem ennek a térségnek a fejlődését, és megtegyem mindazt, ami részemről telik. Ez továbbra is becsületbeli ügy számomra. Köszönöm szépen a figyelmet! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit! Az első szavak természetesen a köszönet szavai. Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki élt a lehetőséggel és leadta a szavazatát, aki fontosnak tartotta, hogy döntsön ennek a régiónak a sorsáról. És különösen köszönjük annak a több mint 10 000 embernek, aki a mi jelöltünkre, Rig Lajosra adta a voksát, és ezáltal hozzásegítette az itt élőket ahhoz, hogy egy tisztességes, becsületes, igaz magyar ember Rig Lajos legyen a térség országgyűlési képviselője mától. Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik támogattak, elsősorban a családomnak, óriási segítség volt, higgyétek el. A család a legnagyobb támasz, amit a Jóisten adhat az embernek. Ő az, akire mindig lehet számítani, bajban és jó dolgokban is. Úgyhogy szeretném feleségemnek elsősorban megköszönni azt a támogatást, amit ez alatt az óriási, meg egyszerűen mondom, óriási negatív kampány alatt irányomba mutatott. Szeretném megköszönni elnök úrnak a támogatását, szeretném megköszönni polgármester úrnak a támogatását, hiszen nélkülözött másfél hónapon keresztül a hivatalból. Szeretném megköszönni pártigazgató úrnak, Szabó Gábornak. Szeretném megköszönni, és folytatom, és nem lesz vége. Nagyon soknak szeretném megköszönni. Szeretném megköszönni a Jobbik ifjúsági tagozatának azt a becsületes kitartó munkáját, egy beszélgetést hallhatnak a Balatonfejlesztési Tanács testületének elnökével. Vendégem Jamrik Péter, közbiztonsági tanácsos, a Balatonfejlesztési Tanács közbiztonsági testületének elnöke. Üdvözlöm. Üdvözlöm, és üdvözlöm a nézőket is. Megalakulása óta milyennek értékeli a BFT közbiztonsága kapcsolatos eddigi tevékenységét? Hát én 18 esztendőre tudom visszapörgetni az eseményeket. Ha ezt a 18 esztendőt egybe kell értékelnem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy sikeres, eredményes, sok minden történt. Ha időszakokra bontom, akkor természetesen vannak hullámhegyek és hullámvölgyek. Voltak olyan időszakok, amikor nagyon sok mindent tudtunk csinálni. Voltak időszakok, amikor több forrást sikerült erre a területre szerezni, allokálni, felosztani. Voltak időszakok, amikor a tevékenységünk is gyengébb volt, nem feltétlenül összefüggésben a forrásokkal,
És hát természetesen voltak forrásmentes, vagy kisebb forrásokkal jellemezhető időszakok is. Tavalyihoz képest idén azért szerényebb összeggel kell beérni, vagy gazdálkodni. Elegendő ez a működéshez, vagy mindenképpen kell egyéb forrásokat felkutatni? Mire elegendő ez az összeg? Hát három programunk volt eddig. Mindegyik 4-5 éves, 6 éves ciklust fogott át. Volt a közbiztonság támogatási program, aztán a rektor program, most pedig a közbiztonsági együttműködési program. Mindegyik sok szakterületnek a tevékenységét fogta össze, és mindegyik egy tervezésen alapult. Ebből az derült ki, hogy az idegenforgalmi szezon többlet feladataira ezen szervezetek számára, akik a fókuszban vannak, csak a működési költségre egy ilyen 120-150 millió forint jelen értéken lenne szükséges. Ez a működés, üzemeltetés része. Természetesen a fejlesztés az szinte egy nagyságrenddel nagyobb, de minden fejlesztésnek a következménye, hogy utána azt valahogy fönn kell tartani. Tehát a kettő így van összefüggésben. A kérdésére a válaszom az, hogy kevés természetesen ez a forrás, de mindig abból kell főzni, ami van. És azt kell, hogy mondjam, hogy a közbiztonságra a Balatonfejlesztési Tanács példátlanul nagy arányú összeget fordít ide, ami egyébként összegszerűségében szerényebb, mindegy 75%-a a tavalyi esztendőnek. De ha azt nézzük, hogy ezen feladatokra tavaly 220 millió forintból 40 milliót tudtunk fordítani, most meg 70-ből 30-at, akkor az arány az roppant megtisztelő. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy természetesen harcolunk, küzdünk azért, hogy egyéb allokálható források is legyenek, sokféle tárgyalásban vagyunk, de maga a mag, az a Balatonfejlesztési Tanács ezen működési forrás lehetősége, amit a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött megállapodás, illetve hát majd a kötendő szerződések alapján lehet felhasználni. Gondolom most akkor hosszabb távra nem nagyon lehet így tervezni, tehát mik a közelebbi célok? Dehogy is nem. Lehet? Hosszabb távra. 2014 és 2020 között van egy Európai Uniós fejlesztési időszak. Ennek a fejlesztési időszaknak a feladatait tárca szinten, regionális szinten és az operatív programok mentén meg lehet tervezni. Ez elkezdődött, sőt maga a tervezésnek a jelentős része tavaly ősszelbe is fejeződött. Ebben maga a közbiztonság és a víz biztonsága érdekében közel 1 milliárd forintnyi forrásra raktunk le programterveket. Ez 10 integrált programtervet jelent, 20-valamennyi volt a javaslatoknak a száma, de ezt utána szakmailag ilyen csomópontokba szervezve 10 önálló programot tudtunk betenni. Ez a hosszú távú, tehát azt gondolom, hogy ha beindulnak az operatív programoknak a feltöltése és a Balaton kellő figyelmet kap, akkor az a fajta területfejlesztési tevékenység, amit a Balatonfejlesztési Tanács csinált és letett az asztalra, és ebben a közbiztonság egy komoly részt jelent, megindulhatnak a komolyabb fejlesztések. Most az Európai Unió az anyagi forrásoktól eltekintve milyen mértékben vesz ebben részével? Mi az, amikben meg kell felelni az uniós elvárásoknak? Hát természetesen minden olyan szabálynak meg kell felelni, amit az Európai Unió előír, tehát itt a fenntarthatóság, az átláthatóság, a transzparencia, az Európai Unió által elfogadott operatív programoknak való megfelelés, ez mind benne van. Ez nem egy egyszerű játék, maga a tervezési szakasz idáig is 4 lépcsőből állt. Most ott tartunk, hogy a kormánynak el kell fogadni ezt a programcsomagot, majd az operatív programokra szétdobni, nyilván a csatornázástól, az idegenforgalmi szálláshelyeken, attrakciókon keresztül sok minden különböző operatív programokban szerepelhet. Aztán jön egy következő lobby tevékenység, hogy ezek operatív programokba, ezek az elképzelések hogy férnek bele. Minden esetre a vízzel kapcsolatos tevékenység az egy látványos csomópont, hiszen a Balatonnak nem csak a vízbiztonsága, hanem a víznek az állapota,
a vízhozam, a víz mértékének a kezelhetősége, ez mind-mind komoly feladatokat jelent. Egyébként most a jelenlegi állapotban a vízminőség az milyennek tekinthető? Ragyogó a vízminőség, köszönhetően sok mindennek. Az egyik a nagy vízhozam, ugye évek óta nem volt ilyen magas, tehát tavaly hasonlóan magas volt, de voltak mélypontok. Ebből egyéb fajta gondok is jelentkeznek, hiszen az alacsonyan fekvő területeknél, egy erős északi szélnél ott komoly belvizes, szinte árvizes jellegű jelenségek megjelenhetnek. A vízminőség szempontjából ez feltétlenül kedvező, hiszen folyamatos vízcsere van. Néha vannak lokális problémák, emlékszünk a tavalyi vizes sportnapokra, tehát az úszás napja körüli történetre, de erre oda kell figyelni. Erre egyébként külön akciótervünk is van, hogy ezt milyen módon lehet az ilyen veszélyeket csökkenteni. Mit lehet erről tudni, mert azért volt jó pár éve az nagyon száraz időszak, illetve az utóbbi években az a túlvizesedés, tehát hogy néhány helyen ki is megy a Balaton, tehát ebből milyen tapasztalatokat lehet levonni, merre kell elindulni a védelem szempontjából? Hát az attól függ, hogy ki mekkora perspektívában gondolkodik. Vannak, akik több száz éves történeteket elemeznek, mások néhány tíz évest. A Balaton a maga geográfiai elhelyezkedésénél fogva nem egy tipikus nagyvizes terület, ez folyamatosan évszázadok óta csökken. Ugyanakkor az ilyen lokális vízhozamok, amelyek a nagyobb esőzések, magasabb hó mennyiség után bekövetkeznek, ezek mindig helyreállítják a dolgot. Pillanatnyilag egy 20-50 éves távlatban nem számol senki azzal, hogy ez alacsonyabb legyen, sőt, bizonyos törekvések vannak arra, hogy egy pár centivel az úgynevezett üzemi vízszintet, vagy nem is tudom a szaknyelven, hogy hívják, mert vagyok vízügyi szakember, tehát azt a szintet, amit szabályozási vízszintnek neveznek, azt egy pár centivel magasabban tartsák, pont azért, mert az idegenforgalom és a Balaton ökológiai fenntarthatósága miatt a magasabb víz, a nagyobb víztömeg az egészségesebb. Beszéltünk már az EU-nak ugye a közreműködéséről. Milyen az együttműködés az egyéb szervezetekkel? Gondolok itt a civil szervezetekre. A közbiztonsági testület tagjai, és akkor itt el kell mondjam nagyjából, hogy kikből áll, a három megyei rendőrfőkapitányság képviselője, amit főkapitány helyettesi szinten adnak, a katasztrófavédelem, tűzoltóság, az országos mentőszolgálat, meteorológiai szolgálat, vízügyi igazgatóság, ezek a tipikus szervezetek. A civil szervezet oldaláról ott vannak a vízimentők, a polgárőrök, a bűnmegelőzési testület. Az RSO-ét, mint rádiósegélyhívó egyesületet ide is oda is kapcsolhatom, hiszen közfeladatot lát el, miközben formációjában egyesületként működik. Ők alkotják tulajdonképpen a testületet, tehát a civil szférával, a közbiztonság érdekében működő civilekkel jó a kapcsolat. Azt kell, hogy mondjam, hogy úgy a munkában, mind a támogatott tevékenységekben részt vesznek és szerepet kapnak. És van, amiben ezt még kell, vagy lehet javítani ezeket az együttműködéseket, illetve újabb részterületeket bevonni? Mindenképpen, például az áldozatvédelem az egy olyan dolog, ami hát a közbiztonság okán, annak jó vagy rossz megközelítéséből mindenképpen szerepet kap. Mindig vannak áldozatok, tehát ha kevesebben is, akkor is vannak. Ha több a bűncselekmény, akkor valószínűleg az áldozatok száma is nagyobb. Ezek egy része jogi, fizikai, illetve anyagi védelemre vagy támogatásra szorul. Ez ma még igazából nem integrálódott be a tevékenységben. Nagyon pozitív viszont a bűnmegelőzési tanács. A Nemzeti Bűnmegelőzési Program részeként több olyan feladatot vállaltak föl, amelynek pozitív kihatása van a Balaton idegenforgalmát érintő bűneseteknek az elkerülésére, prevenciókra, felkészülésre, tehát ami
elsősorban az, hogy a civil oldalt érinti. Mennyire kimutatható, van erre statisztika, hogy ez a bűnmegelőzés, ez mennyire hatékony Balaton környékén? Hát a bűnmegelőzés az sok mindenből áll. Ugye kezdve onnantól, hogy olyan körülményeket teremtünk, ahol a bűncselekmények elkövetésének a lehetősége korlátosabb, egész odáig, hogy az állampolgárok, ideérkező vendégek, üdülők tudatosan kezelik ezt a kérdést. Ez mindig egy érzékeny terület, hogyha túl nagyon fölhívjuk rá a figyelmet, akkor azt sokan elrettentésként élik meg. Tehát, hogy eltántorítjuk a vendégeket, mert hogy itt sok esemény van. Ha pedig egyáltalán nem nyúlunk a problémához, akkor látható módon néhány bűncselekmény formában ez megnő. Ilyenek a gépkocsi feltörések, a nyaralókba való besúranások, ilyen a strandi lopások kérdése. Tehát általában nem nagy értékű vagy nem nagy súlyú bűncselekmények, de olykor ilyen hullámszerűen akár tömegesen is megjelennek ezek a problémák. Ezért lényeges a bűnmegelőzésnek ez a fajta prevenciós, információs tevékenysége mindenképpen. Egyébként ilyen bűnözési szempontból milyen besorolás kaphatna Balaton, mint régió? Hát a közepesen mindenképpen jobb. Nem sok olyan régió van Magyarországon, ahol ennyire integráltan foglalkoznak a szervezetek egyáltalán a közbiztonsággal. Természetesen az idegenforgalmilag frekventált területeken van ilyenfajta együttműködés, ilyen főváros, a Dunakanyar, a Tiszató, a Velencei tó, ezek tipikusan már rendelkeznek ilyen jellegű megközelítéssel. Hát nagy öröm és boldogság, hogy visszanyúlnak hozzánk, kérik az anyagokat, megkapják a terveket, és ebből sokszor tudnak maguknak is profitálni. Ez jól hangzik. A mentők, tűzoltók és konkrétan a rendőrség milyen, nem tudom, tehát eszközállományba, illetve emberállományba kell-e még fejleszteni? Vagy mi az, ami mondjuk hiányosságot mutat? A Balaton régiónak nagy nehézsége az, hogy rövid időszakra koncentrálódik az idegenforgalom. A rövid időszak az jó esetben meteorológiai helyzettől függően 2 hónap, akár 6 hétre lekorlátozódik, tehát valamikor a júniusi iskola szünet kezdetekor kezd felfutni, és általában tipikusan augusztus 20-ai már szinte rendszeres vihar vagy hidegfronttal be is fejeződik, tehát ez egy nagyon rövid időszak. Ez azért nehéz, mert nem lehet az összes szervezet teljes állományát erre a 6-7-2 hónapos időszakra úgy szintre hozni, hogy utána azt a maradék 10 hónapban is fönt lehessen tartani. Ezért van szükség fejlesztésre és segítségre. A segítség az általában egy koordinált olyan támogatás, például a rendőrségnél ez tipikus, hogy ide rendelnek erőket a 3 megye távolabbi területeiről, ezen kívül az ORFK, a készenléti rendőrség, kismértékben a terrorelhárítási központ, olyan csoportokat időlegesen vagy hosszabb időre ide tud rendelni, amik a különböző akcióknál segítenek, illetve általában az utcai jelenlétet segítik. A mentőszolgálatnál egy kicsit nehezebb a helyzet. Ők vannak ebből a szempontból a legnehezebb helyzetben, mert ott ez a fajta a mozgatás kevésbé attraktív. Például a légimentés, a helikopteres szolgálatnak a füredi jelenléte az például nagyot lendít ezen a dolgon. De van egy érdekes elem, ez a vízről történő mentés, vagy a vízen történő egészségügyi ellátás kérdése. Ebben egy 5-6 évvel ezelőtt sikerült egy olyan fejlesztést végrehajtani, ami hát szinte példátlan, mert egyedül van. Ez a Rupert típusú sürgősségi mentőhajónak a beszerzése és üzembeállítása. Őket a vízirendészet is riasztja, a mentőszolgálatnak a régiós mentés irányítása is, illetve az ánkai diszpécser központjuk, bevetési irányítási központjuk is direkt módon mozgatja őket. És ez azért érdekes, mert a hagyományos vízimentői
csapaton felül két egészségügyi képzettségű személyzete is van, az egyik egy mentőtiszt vagy mentőorvos, a másik mentőápoló. Így kint a vizen már meg tudják kezdeni, sok esetben el is végezni azt a beavatkozást, ami kell egy sérüléshez, egy infarktushoz, vagy bármilyen olyan eseményhez, amihez egyébként szárazföldön mentőautót hívnak. Ennek a hajónak egyébként van egy másik nagy előnye is, hogy amikor a június-júliusi vagy augusztusi nagy sűrű hétvégeken közúton nehéz a mentőautóval mondjuk egy strandra kiérni egy távolabbi helyszínre, vizen néhány perc alatt ugyanezt meg tudja tenni. Ennek milyen paraméterei vannak, illetve nem tudom, tehát viharba is ez? Tehát ilyen ez egy nagy teljesítményű, két motorral rendelkező, közel 10 méteres, pontos hosszát most nem tudom megmondani, bár nem egyszer voltam rajta, hajó, amely 5 fős személyzettel rendelkezik, van kabinja, totál legkorszerűbb navigációs eszközökkel fel van szerelve, rádiókommunikációja az megfelel a kormányzati igényeknek is, tehát a mentőszolgálat, rendőrséget, tűzoltósággal, ezen bizonyos EDR kormányzati rádiórendszeren tud kapcsolatot teremteni. A nautikai hajózási rádiója is van, és a Balatonon most már lassan 10 éve működő Balatrönk, ez a régiós közösségi rádiórendszerrel is rendelkezik, amivel a vitorlás szövetségekkel, sportrendezvényeken, egyéb rendezvényeken meglévő szervezőkkel tud kapcsolatot tartani, plusz az összes saját strandi mentőjével. Ezt a Balatrönk, ez hogy, tehát mennyire kiterjedt ez mindig mindenkivel kapcsolatban van? Tehát hogy képzeljük ezt a pontosan? Hát ez úgy kell elképzelni, hogy van két nagy bázisállomás, az egyik Csopakon, a másik Fonyódon, ezzel gyakorlatilag lefedi a teljes Balatont. Közel 400 valahány terminál van szanaszét a Balaton környékén, ebben benne van a rendőrség, mentőszolgálat központja, vízimentőknél van nagyon sok, sportegyesületeknél, vitorlás egyesületeknél, azon rendező szervezeteknél, akik rendszeresen a balatoni rendezvényeket, kulturális sportrendezvényeket teszik, önkormányzatoknál az ilyen közfeladatokat ellátó önkormányzati szervezeteknél, például Probiót említhetném, úgy tudom, hogy náluk is van, strandokon, és mindegyiknek van egy saját beszédcsoportja, ami a saját forgalmazását teszi, és még ezen felül vannak azok a közös platformok, ahol mondjuk egy Balaton átúszáson az összes ott résztvevő ugyanazt használja, ugyanazzal a készülékkel, ha akar visszalép a saját flottájába, vagy ebbe az ideiglenes közös flottába dolgozik. Egy kicsit visszakanyarodva mentőhajóra, így a Balaton hosszát, egész területét tekintve, hány ilyen hajó lenne optimális? Hát a vízimentők magyarországi szakszolgálata készített erre vonatkozóan már statisztikákat is, és természetesen tapasztalata is megvannak. Három mentőhajóval ezt az 5 perces időt lehetne tartani. Pillanatnyilag Tihany telephelyjel működik, vagy kikötési helyjel működik a Ruppert, ami azt jelenti, hogy a legfrekventáltabb terület ez a Zánkától, mondjuk Almádig lévő félköri vagy sugarú körében egy 5-8 perc alatt a helyszínen tud lenni. Az igazi az lenne, hogyha a három terület, tehát a Balatonnak a keleti, nyugati és középső medencéje egy-egy megfelelő ilyen hajóval rendelkezne. Egyébként tavaly már ebbe történt egy előrelépés, ugyan nem a várt Ruppert, ami egy 70 millió forintos beruházás lenne, hanem egy kisebb hajót alakítottak át, részben saját erőből, részben a BFT támogatásával egy ilyen kisebb, de sürgősségi feladatok ellátására is alkalmas hajóvá,
ahol ugyanúgy az újraélesztéshez szükséges eszközök is megvannak, illetve azok, amik egy ilyen sürgősségi ellátásnál a mentőorvos vagy mentőtiszt számára szükséges. Így helyi szinten településekre gondolok, illetve Bisszpart közeli helyekhez, miben lehetne fejleszteni ott is esetleg kis hajókkal, hogy nem feltétlenül szükséges ezeket a nagy mentőhajókat bevetni? Ebben különböző ideológiai viták folynak, hiszen négy törvény is foglalkozik a mentéssel, hol csak egy is szócska szerepel valahol, például a rendőrség tevékenységénél, ahol úgy szól, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel vízből mentést is végeznek, és ezt teszik is. De ugyanígy van a katasztrófavédelemről szóló törvényben, ahol a tűzoltóság számára is van ilyen feladat. A Vöröskeresztnél, természetesen a mentőszolgálatnál is, ahol szintén eredmény, hogy pár évvel ezelőtt a mentősről szóló jogszabályban magát a mentőhajót és a mentőhajóhoz szükséges egyéb feltételeket is szabályozták. Itt már csak egy pici luk van, a finanszírozás. Az a fajta rendszeres, normatív finanszírozás hiányzik, amitől ez egy biztosan fenntartható folyamat lenne. Tehát ezek a szervezetek, és még hozzáteszem azokat a, mondjuk így, hogy önkénteseket, akik egy viharba kimennek, ha meglátják, segítenek, ezek nagyrészt sportegyesületek, mentőmotorosai vagy kísérőmotorosai, leginkább ugye a Vitorlásszövetség és egyesületeiről beszélhetünk. Ha ezt mind összeadjuk, ez egy igen nagy erő. Ezeket koordináltan érdemes működtetni, és erre a koordinációra az elmúlt években nagyon sok lépés történt. Csak hogy egy példát mondjak, az időjárási helyzet okán kialakulnak olyan szituációk egy évben kétszer-háromszor, amikor akár egy harmadfokú viharjelzésre is szükség lenne. A szakemberek rágták éveken keresztül, és aztán végül oda jutottunk, hogy marad a másodfokú viharjelzés, de van annyi eszközállomány, annyi szakképzett személyzet, vízimentőktől, a bahartat is beleértve, a halászok, a vízirendészet és a vitorlás egyesületek mentőmotorosai, akik egyébként koordináltan képesek kifutni a vízre, és kiürítik szinte a tavat. Tehát amikor az látszik, hogy egy ilyen hihetetlenül nagy hidegfronttal vagy bármivel járó meteorológiai változás következik be, amiből a 90-100 km vagy a fölötti szél is várható, akkor gyakorlatilag 10 perc alatt ki lehet söpörni a vízfelületet. Magyarul ezek a szervezetek egy ilyen esetben riasztható módon, koordinált módon ezt meg tudják tenni. Ezik kérdéses az, hogy még kell-e újabbakat létrehozni, vagy ezeknek a szinten tartó, illetve fejlesztő tevékenységére kell fókuszálni. Jelenleg a szakmának az az álláspontja, hogy ez utóbbit érdemes megtenni. Már csak azért is, mert a rendelkezésre álló anyagi források azok elég szűkösek. Fontos tényező ugye ez a viharjelzés, amiről említés lett téve. Ezt mennyire lehet még fejleszteni? Tehát éppen úgy, hogy hatékonyan működjön ugye a mentőszervezetek tekintetében, illetve a nyaralóknak is egyértelmű legyen, tehát jól észrevehető. Pillanatnyilag három technológia is szolgálja ezt a tevékenységet. Az régi alap, amit látunk mindenhol, ezek a nagy teljesítményű viharjelző lámpák, amik valamikor nagyon nagy fejlesztés árán a kosaras viharjelzést váltották ki, majd illetve a rakétás és kosarast. Ennek volt talán 10 évvel ezelőtt egy rekonstrukciója, amikor a régi forgólámpák helyére ez a nagy feszültségű villanócsöves lámpa került föl. Következő szakaszban ezeknek a bővítése történt meg, tehát 6 vagy 7 új állomás épült, amit részben a lakosok, részben a vízirendészet, illetve kettejük szimbiózisából kijelölt helyekre telepítettek. Majd ennek egy kiegészítő megoldása, ezek az úgynevezett strandi vagy kis viharjelző állomások, ami szintén elég sok van a strandok bejáratánál, vagy kint a vízparton, ami egy strand területén
adja ugyanazt a jelzést, mint amit a nagy teljesítményű lámpák. Ennek van most egy harmadik szakasza, amikor a LED-es technológiára történő cserét rendelt el a katasztrófavédelmi főigazgatóság, illetve adott hozzá forrást. Ennek az a nagy előnye, hogy a karbantartása minimális, és az energiafogyasztása is minimális. Természetesen ezt is ugyanúgy meg kell szokni, mint annak idején a villanócsöves cserénél is komoly gondok voltak, voltak följelentések, volt ellenállás, és egy szezon után bejáratódott a rendszer. Ez egyébként most a LED-esnél is tavaly megjelent, aminek voltak objektív okai, tehát beállítás, elhelyezési módosításokat kellett tenni, meg kellett szokni, mert ennek a színképe közelebb áll a régihez, és távolabb áll a villanócsöveshez, az egy kicsit fehéres árnyalatú volt, az újra ilyen borostyán sárga. Ez egy technológia, ezen kívül van egy második technológia, ami nagyon hasznos. Ez szintén a meteorológiai szolgálat adja ki a információt, Balatönk rádiórendszeren, egy úgynevezett információs csatornán, ugyanúgy bemondja ezeket a változásokat, mint amit a lámparendszeren beállít. Tehát az összes strandi mentő, meg mindazok, akik kint vannak a vízen és ezt a rendszert használják, megkapják. És van a legkorszerűbb, ezek az applikációk, a mobiltelefonos vagy az okostelefonos applikációk, amely ugyanezt a jelzést már személyre lebontva adja. Én azt gondolom, hogy ez a jövő igazából, hiszen olyan mértékben fejlődik a mobil kommunikáció és terjed el az okostelefonoknak a alkalmazása, hogy ma már szinte minden, azt mondom, hogy horgászcsónakban szinte ez megjelenik, vagy megjelenhet, hogy valahol ez a jövő útja. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok. Tartsanak velünk hétfőn és szerdán 18 órától az ismétléssel, szombaton 16 órától pedig a külön kiadással. Viszontlátásra!